A receptíze támogatja a Heavy Tools márkabolt. A műsort a PIK támogatja. A műsor támogatója a Volkswagen Golf Sportsman. Partnerünk a sórendszerek szakértője a Chef Show. A receptíze támogatja a Budaörsi kertészet. A Mésza tátója a Miso Coffee. A receptíze konyha szakértője az Whirlpool Kft. A receptíze fő tátója a Tankőe. A szerviz és flotta kezelő partnerünk a Flotta Business Car Autó Kölcsönző Kft. Kört és zeller krémleveshez kell, hát ugye a főszereplő az zeller természetesen, körte, friss rozmaring, egy kis finomra aprított hagyma, amit vajon fogok átfuttatni, egy kis reszelt krumpli, ami majd ugye azért krémességet, tartalmasságot ad neki, meg majd egy kis alaplés, a végén tejszín. No, a leveshez először egy pici vajon. Üvegesre dínszelem a hagymát, ugye, mint a legtöbb krémleves esetében ezzel indítunk, úgyhogy ez jöhet is rá, ez egy vörös hagyma finomra aprítva, mint ahogy már máskor is csináltuk, ezt már önök is szerintem tudják, rögtön érdemes ilyenkor sózni egy kicsit a hagymát, így rögtön levetereszt, és biztos, hogy hamarabb fog megpárolódni, és nem égetjük el. Ezt ezzel gyakorlatilag el is indítottam, persze azért fél szemmel érdemes mindig rá figyelni, hogy nehogy véletlenül elégessük a hagymát. Közben pedig tudom előkészíteni ugye az összes többi főszereplőt, a zöldségeket, amiből majd lesz ez a krémleves, ez egyszer burgonya lesz, azt is majd le fogom reszelni, ugye az adja majd igazából a testét, a sűrűségét ennek a levesnek, és hát a főszereplő a zeller. És úgy fogom ezt is használni, hogy le fogom reszelni, ugyanis minden ilyen krémlevesnél, ugye, hogyha reszelve adják hozzá mondjuk a megdínszelt hagymához, akkor sokkal hamarabb elkészül, hiszen sokkal kevesebb idő alatt át tud főni és megpárolódik. Egy ilyen nagy lyukú reszelőn érdemes ezt leginkább reszelni. Nem is kell egyébként ehhez a leves, ez nagyon nagy mennyiség, ugye a zeller azért elég markáns és elég karakteres ízű, és egy ilyen pici gumó, ami mondjuk azért olyan 20 dekányi, az bőven elég egy ilyen leves, ez ugye lesz még majd benne krumpli, meg körte is. Na, hogyha megvagyunk a reszelt zellerrel, akkor jöhet közben a krumpli is. Na, hogyha megvagyunk a krumplival is, lereszeltük, akkor ez így, ahogy van, tulajdonképpen mehet rögtön az üvegesre dínszelt hagymához. A zöldségeket sajnos nem lehet sokkal hamarabb lereszelni, mert ugye mind a kettő elég hamar barnul, a krumpli és a zeller is, úgyhogy ez tényleg frissen kell, de hát mondjuk azért nem egy nagyon nagy munka. Ezzel megvagyunk, akkor ezzel szépen átforgatjuk, hogy ugye a vaj és a hagyma is szépen egyenletesen befedje. Ilyenkor mehet hozzá rögtön a leszűrt húsleves, vagy alaplé, vagy hát, hogyha nincs egyik sem kéznél, vagy nem volt idejük gyorsan főzni egyet, akkor, hát akkor vizet tegyenek hozzá, szerintem az a legegyszerűbb. Jöhet egy liter hozzá. És akkor végül, de nem utolsó sorban, a körte, amitől ez a leves igazán különleges lesz, ez is jöhet bele, ezt meghámozom. És kis kockákra vágom. Ugye elég hamar, egy olyan 10-15 perc alatt ez simán meg fog főni, mert ugye reszelve vannak benne a zöldségek, ezért a körtét is kisebb kockákra fogom vágni, hogy tényleg ugyanannyi idő alatt megpuhuljon minden, hogy utána végén pürésíteni tudjam. Körtét ilyenkor egész kis kockákra, tehát mondjuk ilyen 2 centiméteres kockákra felvágjuk, ez is megy majd rögtön a levesbe. És végül, de nem utolsó sorban egy ág rozmaring, mert hogy ez egy rozmaringos kört és zellerkrémleves lesz, úgyhogy egy, hát nem túl nagy, de egy egész ág
rozmarin mindenképpen mehet bele. Persze sóbors, mielőtt elfelejtem. És ezzel a leves tulajdonképpen előkészítettem, ez egy olyan 10-15 perc alatt nagyon szépen puhára fog majd főni, már csak pürésíteni kell, illetve a végén még egy pici tejszínt is fogok hozzáadni. No, a levest ilyenkor magára is lehet szép nyugodtan hagyni, megy rá egy fedő, és egy olyan 10-15 perc alatt fognak majd megpuhulni a zöldségek, hogy utána ugye lehessen majd pürésíteni. És ezzel már tényleg nincs az égvilágon semmi teendő, mint hogy pürésítsük, és egy picike tejszínnel fogom még lágyítani. Amikor a levest teljesen simára pürésítettük, akkor én még mindig minden krémlevesbe igazából szoktam tenni egy picike kis vajat, diónyi vajat, amitől ugye nagyon lágy, nagyon sejmes, picit sűrű lesz, ugye a vaj mindig kicsit sűríti is ezeket a leveseket, úgyhogy tényleg nem kell sok egy ilyen egy evőkanálnyi, és akkor ezzel még egy utolsó mixelés. És hogyha ezzel is megvagyunk, akkor még egy pici tejszínnel szoktam lekerekíteni az ízeket. Ugye a zeller, bár itt most ebben az esetben azért a krumplival és a körtével nagyon ugye lágyjá tettük és lekerekítettük, de azért még így is ugye van az a kis robusztus, földes ízjegye, ami miatt egyébként sokan ugye ockodnak tőle, és ezért én még szoktam beletenni ilyenkor egy pici tejszínt, az még egy kicsit lekerekíti az ízeket. Nem kell tényleg nagyon sok, egy olyan fél deci. És még a végére egy pici, frissen reszelt szerecsendió, ami ugye minden krémlevesnek nagyon-nagyon jót tesz, és az ellernek is nagyon jól áll. Konyhájának gépek a LG biztosította. A mézom mit japák itt? A plik maghaszim! A receptíze támogatja a Duna Wellness Hotel. A műsort a PIK támogatja. Stábunk étkezését a Balkán étterem és catering biztosította. Támogatunk a víztermékek forgalmazója a Evians. A Misa tátója, a Miso Kofi. A receptíze támogatja a Bútorter Kft.